Tóth Anikó nyári lovastáborába júliusban és augusztusban egyaránt 15-20 fő közötti létszám jelentkezett. A táborban jelen volt rajta kívül gyógypedagógus, óvodapedagógus, lovasedző, lóvezető. Lovasterápiás foglalkozásokat már 3 éves kortól tart. Nem csak fejlesztő foglalkozásokra lehet jelentkezni, hanem normál, egyéni lovasoktatásra is, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Tehetséggondozást is végeznek, és aki emellett a sport mellett szeretne elköteleződni, náluk erre is van lehetőség. Nagyon egyedülálló volt a tábor, hiszen integrált volt, volt benne teljesen épp gyermek is, de volt olyan, aki autista volt, vagy mozgássérült, magatartászavaros, tanulásban akadályozott, de a ló közelsége és a tematikusan felépített napok, programok összekovácsolták a gyerekeket, akik nagyon jól érezték magukat. A tapasztalatokról kérdeztük az oktatót. Most itt vagyunk jelenleg Mányon a Fenyves lovardában, beszéljünk egy kicsit az előzményekről. Itt áll mellettünk két gyönyörű szép terápiás ló, de ugye te gyógypedagógusként dolgozol nap, mint nap. Hogy kerültél te kapcsolatba a lovakkal? Hát köszönöm a kérdést. Hát ez egészen messzire nyúlt vissza, ugye 14 éves koromban az egyik tanárom vitt ki egy lovardába, ahol először vidéken, Szeged mellett, ugye én onnan származom, ott ismerkedtem meg először a lovakkal, és hát ugye ott tudatosult bennem, hogy szeretnék gyerekekkel és lovakkal foglalkozni. Érdekelt a pszichológia, és hát gyakorlatilag ennek a ötvözete a lovasterápia volt, ami egy ilyen álmom volt, hogy megvalósítsam. Elég sokáig váratott magára, mert elég komoly meg feltételrendszere van annak, feltételei, hogy tudja csinálni valaki ezt a szakmát, vagy hivatást, inkább így fogalmaznék. És hát ugye gyógypedagógusként végeztem az egyetemen, és hát most jelenleg is dolgozok iskolában, tehát ott nap, mint nap ilyen gyerekekkel, tanulásban akadályozottakkal, értem meg akadályozott gyerekekkel dolgozok. És hát ugye a ló az egy nagyon, hát hozzám is közel áll, saját magamon is éreztem a jótékony hatását a ló közelségének, és hát a lovaglás, a Lovasterápia Szövetségnél kezdtem el a tanulmányaimat, és hát gyakorlatilag egy 2 évvel ezelőtt találkoztam először a Bobóval, ő egy shetlandi póni, terápiás póni, gyakorlatilag ő már az előző gazdájával is éveken keresztül ebben dolgozott, és egy 2 éve sikerült hozzájutnom és vele dolgozni. Hát ugye, ahogy nőnek a gyerekek, gyakorlatilag ki kellett az igényeket elégíteni egy nagyobb lovacskával is. Egy évvel ezelőtt egy hucul lovat, a picult sikerült megvennem, és gyakorlatilag hát kettőjükkel látom el ezt itt Mányon. Hát egy közel fél éve költöztünk ide. Én Budaörsön lakom, és akkor onnan járunk ide kislányommal. Beszéljünk egy kicsit a lovakról. Mit lehet egy lóterápiás ló? Hát nagyon összetett. Tehát ugye nagyon függ a fajtájától, a korától, és amit nagyon szeretnék kiemelni, hogy hogyan szocializálódik, hogyan bánik az ember vele. Tehát voltunk több lovardában is, és nagyon hosszú út van mögöttünk, amit bejártunk és elértünk erre a helyre, ahol azt mondhatom, hogy itt tényleg jól érzik magukat a lovak, és ez volt a legfontosabb számomra, mert ha a ló jól van és a terapeuta is, akkor ott kezdődik a terápia. Tehát nagyon fontos, hogy a lovak jól érezzék magukat, tehát azok az alapfeltételek, ami egy ló jólétéhez szolgál, azok biztosítottak. És hát persze a kiképzés hozzájárul, a vérmérséklete, a kora, tehát azért 10 éves kor alatt én nem szoktam dolgozni lóval, és hát a tapasztalat, egy olyan speciális kiképzés, ahol olyan ingerekhez szoktatjuk a lovakat, ami egy átlagos ló ugye alapvetően megijedne, de ezek a lovak gyakorlatilag nem,
ijednek meg akkor sem, hogyha mondjuk elkezd sírni a gyerek rajta, vagy hirtelen leszáll, vagy bármilyen olyan ingert kap, ami nem szokványos egy ló életében, hiszen ők azért menekülő állatok, és bármilyen váratlan ingertől elmenekülhetnek, de gyakorlatilag itt a foglalkozások alatt ezeket hát így felülírjuk az idomítottságuk révén, tehát ők nagyon jól tudják, hogy ilyenkor mi a feladatuk, és ebben abszolút partnerek és támogatnak engem is, és a gyermeket is. Gyerekek, szülők visszajelzése ebben hát, az egész foglalkozásról? Nagyon jó. Igazából én már ilyen 2-3 éves kortól el szoktam kezdeni foglalkozni a gyerekekkel. Azt gondolom, hogy ebben a korban a legfontosabb, itt tudunk a legnagyobb eredményt elérni. És hát gyakorlatilag volt, aki a lóhátán tanult megbeszélni, vagy vannak olyan mozgássérültek, akik gyönyörűen lovagolnak, vagy volt olyan, akit versenyre vittem, és ott is nagyon szép eredményeket értünk el. Gyakorlatilag hát a szociális, kommunikációs képességeket folyamatosan fejlesztjük vele, a nagy mozgást, a finom motorikát, és hát nagyon sok esetben óvodáskorúaknak az iskola felkészítésben segít, egy figyelemkoncentrációt ad. Vannak autista gyerekeink, akik járnak hozzánk, tehát ott is nagyon-nagyon sokat segít a lónak a kommunikációja, és hát eléggé szép eredményeket értünk el eddig. Gábor Ágnes 2020 nyara óta tart Bicskén foglalkozást. Szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus és habilitációs kutyakiképző. 2017 óta foglalkozik kutyákkal. Vagyunk itt a Baboshegyen és egy fantasztikus környezetben, egy agility pályán, de én azt gondolom, nem is ez az apropója, hanem neked van egy retrievered, egy golden retrievered, akivel napi szinten együtt dolgozol. Beszéljünk egy kicsit a te munkádról, hogy ez hogy is kezdődött, és mivel is foglalkozol. Hát én fejlesztő pedagógus vagyok, van egy alapképzésem, szociálpedagógiára építettem ezt az alapképzést, és ennek függvényében gondoltam, hogy legyen egy kutyám, akivel óvodákba járhatok gyerekeket fejleszteni. Ugye a fejlesztő pedagógiával ez nagyon együtt van, és a terápiás kutya, mint motiváció van jelen ezeken a foglalkozásokon. A gyerekek nagyon szeretik általában, úgyhogy lelkesek, sokkal lelkesebben vesznek részt a foglalkozásokon, mint hogyha nem lenne ott a kutya. De igazából maga a munka ugyanaz, mint egy általagos fejlesztőpedagógusnál. Tehát finom motorikától kezdve, a testsémától kezdve, az összes olyan alapképességet fejlesztjük, ami szükséges az iskolához, vagy a továbbtanuláshoz, tehát a felső bejutáshoz, alsóból a felső bejutáshoz. Beszéljünk egy kicsit magáról a kutyáról. Ugye most itt két kutyát láthatunk, van egyszer egy labrador, illetve a goldenről. Ő milyen kiképzést kapott, és ők mire használhatók? Ő egy két fordulós vizsgán vett részt. Első körben egy temperamentum vizsgán vett részt, és utána pedig egy gyakorlati vizsgán vett részt, ami maga az intézményekben történt gyerekekkel. A temperamentum vizsga azt vizsgálja, hogy a kutya alkalmas-e egy ilyen környezetbe, tehát hogyha meghúzzák a szőrét, el tud-e menni gyerekekkel együtt pórázon, elviseli-e a nagy tömegeket, tehát hogy ezt nézik ezen a vizsgán, hogyha ezen nem sikerül ez a vizsga, akkor nem lehet terápiás kutya. Ezután pedig a gyakorlati maga az, hogy akadályokat ugorjon, az, hogy meg tudjon csinálni trükköket, hogy a gyerekekkel együtt dolgozzon, ezeket nézik egy ilyen gyakorlati vizsgán, és hogyha ez a két vizsga megvan, akkor terápiás kutya lesz a kutyából. Egy kicsit mesélj a visszajelzésekről, mert azért nem csak ugye gyerekek, kutyák, tehát így az összhangban, de egy kívülálló szülőnek, vagy egy kívülállónak, aki látja ezeket a foglalkozásokat, mik a visszajelzések? A szülők nem nagyon látják a foglalkozásokat, általában a gyerekek csoportosan vesznek részt, és ők viszont nagyon szeretik. Úgyhogy nagyon lelkesek, már amikor jövök, akkor héli kiabálják, és hallani, meg engem is így nagyon ölelgetnek, tehát nagyon szeretik, és nagyon lelkesen vesznek részt a foglalkozásokon. Kezdőgazdiknak és kutyakölyköknek alapengedelmességi képzéseket is tart. Te agility foglalkozásokat is tartasz. Mi kell ahhoz, hogy egy kutya, hiszen itt akadályok vannak, de minden feladatot teljesíteni tudja. Mennyi gyakorlás szükséges ehhez?
minden kutyával elég sokat kell foglalkozni. Tehát, hogyha valaki kutyát vállal, akkor én azt gondolom, hogy ez egy életre szól, és nagyon fontos, hogy rendszeresen foglalkozzon vele. Nem elég az, hogy a kertben benn van az udvaron, és akkor őrzi a házat, hanem azt gondolom, hogy napi szinten legalább egy óra séta, vagy futtatóban való, kutyás társaságban való mozgás szükséges a kutyának. Ezen felül nagyon jó dolog, hogyha a kutyával sportokat csinálunk, mert hogy hát nekünk is élmény, hogyha a kutya például egy ilyen akadálypályát pontosan és gyorsan megcsinál. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ma eljönnek és holnap már versenyen vesznek részt a gazdák, ez egy hosszú folyamat, kutyától függ, hogy milyen hosszú, vannak tehetségesebb és gyorsan tanuló kutyák is, vannak olyan kutyák, akiknek lassabban megy, de amúgy ők is eljutnak egy bizonyos szintre. Például az én Golden Retrieverem, ő egy nagyon passzív kutya, ő agility-re ilyen nagyon alapszinten képes, de azért végig tudunk menni egy pályán. Viszont a labradorom van egy harmadik labradorom is, csak sajnos ő most beteg, de ő egy nagyon aktív és nagyon gyorsan felfogja ezeket a dolgokat, és nagyon gyorsan megy végig ezeken a pályákon. Ő viszonylag gyorsan fejlődik, de azt mondom, hogy mégis az fél éve járok vele agility-zni, és egy-két év mire azért úgy igazán versenyre maga biztosan el tudnék menni vele. Úgyhogy, de nagyon sokfajta más képzést is csinálok, mert például obedience versenyekre, ami egy alapengedelmességi verseny, ez egy nemzetközi verseny, a Hélivel ilyen versenyekre járok, és tanítok a kezdő szinten obedience-t is, de csoportos engedelmesek is vannak, tehát hogyha valakik nem vágynak arra, hogy most itt ugráljanak a kutyával, akkor csak az alapengedelmességi feladatokat haladóknak. Tehát van itt péntekenként egy ilyen kis csapat, összejövünk, és akkor gyakoroljuk az ült, a feksziket, a helyben maradást, de tartok egyéni órákat is, meg tartok terepmunkát is, tehát terepre kimegyünk, és ott nézzük meg, hogy viselkedik a kutya, és házhoz is kimegyek, tehát elég sokrétű az, amit itt igazából csinálok, ugye ez csak egy kis szeglete, ez az agility pálya. Hát Petra, én azt gondolom, hogy itt a kutya és a gazdi kapcsolata eléggé szoros, hisz rengeteg akadályt küzdöttetek le együtt. Mesélj egy kicsit az előzményekről, beszéljünk egy kicsit a kutyáról, illetve mi volt az a cél, ami alapján ide az Ágihoz jöttetek tanulni? Hát ugye az Oscar már egy éve van nálunk körülbelül, és mikor már ugye tehát a border mellett döntöttünk, mert akkor úgy voltunk vele, hogy ezt a kutyasulit fog igényelni. Úgyhogy elkezdtünk keresgélni a kutyasulik iránt, és az evódogot megtaláltuk, úgyhogy mi elkezdtük itt a kölyök tanfolyamot, és hát gyakorlatilag azóta egy éve, már több mint egy éve az Áginál vagyunk. És hát ugye mi túl vagyunk az alaptanfolyamon, Túl vagyunk az alaptanfolyamon, ugye a kölyökkel kezdtünk alaptanfolyam, most gyakorlatilag már egy 7 hónapja legalább csoportosra járunk az Ágihoz, és most elkezdtük egy ilyen 4-5 hónapja az agility-t komolyabban. Hát úgy értve, hogy heti kétszer folyamatosan, és hát az Oscar nagyon ügyes. Azért ez igaz, amit mondanak, hogy a borderek nagyon gyorsan tanulnak, ezt azért mi is érzékeljük. Iszonyatosan gyorsan a jót is és a rosszat is, úgyhogy küzdünk vele, de nagyon szeretjük. Családi kutyának is, hobbi kutyának is, akár versenyre is lehetne menni, hogy engedné az időnk, hogy mondjuk heti 4-5 alkalommal edzünk vele, csak hát ugye munka meg a stb. Gicával nekünk így volt már egy kis múltunk, mert hogy én az alap engedelmes tanfolyamot is nála végeztem, az egy ilyen kis csoportos munka volt, és nagyon megkedveltem azt a módszert, ahogy ő tanít, és ő keresett meg, hogy tavasszal, hogy indítana agility oktatást is, aminek van páros, illetve egyéni órája is, és mi az egyéni foglalkozást választottuk, úgyhogy május óta dolgozunk együtt. Még mindig a visszajelzések, tapasztalatok? Hát még mindig amatőrnek érzem magunkat, nézve az interneten található fergeteges agility videókat, viszont elképesztő sokat fejlődtünk, szerintem a kutyus is, meg én is, úgyhogy jó úton haladunk abba, hogy egy ilyen akár egy amatőr versenyen induljunk majd a közeljövőben. Nem ugrotta meg, várd meg! Kuszik! Még egyszer meg! Gyere! Kuszik! Kuszik! Jó, még egyszer!